Na, hát itt korondon is körbejárjuk egy picit a falucskát, amit egy jó nagy emlék parkocska. Itt van Petőfi szobor, magyar és székely koszorúkkal. Látszik? Itt van egy erdély, micsoda? Két millió magyar anyanyelvű. Az van. Itt vannak feltéve, kik ezek? Katona Mihály polgármester adománya, Sütő András. Ki ez? Vörös Marti Mihály, Mikes Kelemen, Brassai Sámuel, de... Huha! Jaj, Kölcsei Ferenc! Kicsit nehezen olvasható. Ez nagyon szépen megcsinálták ott egész végig. Még ott van Adi Endre is. Szép. Nagyon szép. Meg egy csengő ott a középen. Cseng, ha fúj a szél. Még itt is egy szobor, Kőrösi Csoma Sándor, nyelvtudós, ős, hazakutató, ugyebár ő bejárta Ázsiát, hogy keresse meg a magyar ős hazát. Elolvastam a könyvét nagyon régen, nagyon tetszett, vagyis az útjáról. Itt van Korondi szakközépiskola hátul, szép virágokkal, rózsákkal. És ez a környék tele-tele ilyen butikokkal, meg van profi is, kopjafa, meg ilyen egyszerű kis székelykapu, focipálya az iskolának, Korond helyi tanácsa itt van, itt is van egy bolt. Na, ez a polgármesteri hivatal, egy új épület, ott van Korond címere, van egy kancsó, fenyő, nap és hold, félhold. Na, itt van a rendőrség autója, nagyon jó, Dacia, Tourist Information, Korond Trans, csavargó, itt van a menetrend szerinti járatok. Itt van újból egy székely kapura, ilyen információs plakátok. Itt van egy kis híd, csíkisör reklám. És ott van két templom, amihez elmegyünk, lássuk, hogy milyen templom. Hú, itt is mind butikok, ahogy látom. Hát ez tele van butikok. Kb. Ilyenek a házak, székelykapukkal, van amelyik újabb, van amelyik ilyen régebbi. Itt is Bardi autópartner. Itt már nem annyira szép, itt látszik, hogy egy kicsit össze-vissza vannak a butikok. Ott azonban nagyon jól meg van csinálva azon a részen. Fagylaltos, pizzázó, ha minden van itt. Dönyer, kebab, levit üzlet, kozel, sör, ilyen régi fagyizó, itt van a kargusz, és a újból egy nagy-nagy székelykapu. Hát már láttunk egy párat szerintem, ilyet, már meg is untuk. Székely kapu, 1977-ből ilyen, Isten segedelmével. Vannak ilyen kínai vackok, újból kínai vackok, valami levendula, ez valami bolt lehet. Na, itt van az egyik templom, másik templom.
Ha jól tudom, két templom van, de lehet három. Nem tudom. Itt van a falu múzeuma, Korondi tájház. Be lehet menni. Ott is Székely kapu. Na. Korond község területén tilos a mozgó áros kereskedelem, kérem. Szépen. Na ez a tájház. Kicsit dől össze, de nagyon, ez nagyon régi lehet ez a ház. Uha. Lássuk itt mit ír. Felhívás. Korondi tájház előzetes időpont egyeztetés alapján látogatható. Na, köszönöm szépen. Itt van a Korondi tájházról leírás. Pauzolj. Szüneteltesse le mindenki és olvassa. Köszönöm szépen. Menjünk tovább a templomhoz. Ott elől szerintem a piac van. Csak még nincs ott senki. Itt van a református templom. Felújítva 2011-ben. Szép, nagyon szép. Nem tudom, ha be lehet menni. 76-os szám. Nem lehet bemenni. Hát ez van. Be van zárva. Ha? Másik felén talán jobban látszik. Itt eltakarja a fa. Nem tudom, ha jól látszik, de ott a székely zászló lobog. Kicsit rongyosan. Székely. Na, szokásomhoz híven mondok egy pár információt Korondról, mert nagyon tetszett ez a szállás, hogy így fogadott ez a csaj. Csaj volt, egy fiatal csaj. Nagyon megkedveltette velem ezt a települést. Már a fogadtatás. Korond, Sóvidék legnevezetesebb települése, iparművészeti, idegenforgalmi és művelődési központ. 5228 fő a népessége, magyar lakosság 4869, tehát olyan majdnem 90%-ban magyarság lakja. Jó, menjünk tovább. Látnivalók. Székelykapu, híres fazakas falon, vasas kénes gyógyfürdővel, négy borvíz forrása van. Régi római katolikus templom, unitárius templom, falumúzeum, amit mutattam. Korondfürdő is van a közelben. A falu határában aragonitot bányáztak 1911 és 1963 között. Korondon nagyon sok szép fából faragott székelykaput lehet látni. Ez unitárius templom, nem református. Unitárius és római katolikus templom. Az unitárius templom 1720 és 1750 között épült. Átépítették 1821-ben, 71-ben, 1971-ben és 2011-ben pedig teljesen felújították. Kapun ez fel is van pingálva. Itt van a Korondi Unitárius Egyház közösség. Jaj, nem tudom, ha látszik. Na jó. Na, ez az unitárius templom. Ott a néni nyírja a füvet. Székely zászlóval. Efelől már megyünk ki Korondról, míg van ott pár ház. De kb. Idáig tart a butik sor. Van itt minden, kérem szépen, maci. Sündiszom, kutya, macska, törpék. Szőnyegek. Szőnyegek.
Aha. Bundák. Mik azok a kerekek? Csészék. Kocsi ülések. Egy csészét nem kell, nekem csész. Milyen Krisztina féle átítás. Nagy labda. Vigyázzat, mert medvével őrzött terület, és persze edények, kerámiák. Meg kosarak, azok kihagyhatatlanok. Itt van ABC, és itt van a római katolikus templom, ahova belehet. Belehet menni? Ott nem lehet bemenni, hanem ott lent valahol megpillantjuk. Na, itt van ez a villanyoszlop. Hátánál pedig a római katolikus templom. Be is lehet menni. Hoppá, 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 itt van egy székelykapu. Na. A régi római katolikus templom építési éve nem ismert, valamikor a román építészeti korban épült, 1533-ban gótikus stílusban átalakították. Ekkor Szent Bertalan volt a templom védőszentje. 1568-ban az unitáriusoké lett, és csak 1716-ban került vissza a katolikusokhoz. 1720-ban felújították, közben a megmaradt katolikusok 1648-tól egy kápolnát használtak. A faluban katolikus elemiskola működött, ezt a román hatóságok 1724-ben bezárták. 1910-ben új római katolikus templom építése kezdődött meg, amelyet egy év múlva szenteltek fel Jézus Szent Szíve tiszteletére, és 2011-ben nagy átalakításon esett át, mind kívül, mind belül. A régi gótikus templom néhány köve ennek a kerítésébe van beépítve. Ha, hát nem értettem semmit. Szóval, a régi templom nincs meg, és a régi templom a kerítésbe van beépítve? Hát igen, mondom, ez a régi templom. Itt van Jézus Szent Szíve. Akkor ez a Jézus Szent Szíve római katolikus templom. Tehát a régi templom az a kerítésbe van. Ide. Be. Téve, ez pedig 2011-ben volt építve. Hát nem tudom, olyan régicskének tűnik. Nem nagyon találtam itt információt. Hát most nem megyek be, mert nem nagyon szeretem itt zavarni a dolgokat, csak így szemlélgetve járjuk be Székelyföldet. De itt van újból Márton Áron Erdély püspöke. Szobor így Székelykapuval. Megint elrontott a filmemet. Ajj. Köszönjük, hogy becsukja a kaput. Köszönjük, hogy a kaput becsukja. Hát mi becsukjuk, jó? Na. Menjünk. Köszönöm én is. Vettünk két magyar Top Joy-t, találtunk itt a üzletben. Lássuk, mi az üzenetünk. Hoppá. Lehetek az esetet? Változzunk együtt.
Csi. Extra cool, hát ez nem cool. Már nem tudom, hogy hiszem. Itt még megmaradt a régi telefon. Na, hívd csak fel. Ilyeneket javított apukám. Igen. Hát mondjuk a posta elég ramagy. Ha, le kéne újítani. Na, megyünk, vásárolunk valamit itt valamelyik butikba. Van egy autentikus fazakas ház. És olyanon csinálják a fazakakat. Most szerintem ledőlt egy picit. Na, itt van minden. Ez is eladó drága, ez a medve? Itt még webkamera is van. Ez is eladó drága? Nehogy lopjanak. Papucs, ruhánk. Püspacik. Ilyen papucsok. Csöcsök. Ennyi volt koront, menjünk Parajdra. Pa, pa!